kívánok, és szeretettel köszöntök minden felnőttet és gyermeket. Erre az évzáró kis hangversenyünkre, igaz, hogy nem sokan jöttünk össze már, mint a tanulókat illetően. Vannak, akik lebetegedtek, vagy vizsgáznak, de a legügyesebbek, a legszorgalmasabbak itt vannak. Na most ugye néha adódott olyan dolog, hogy egyik-másik kis kompozíció nehéz volt, egyik-másik kis tanulónak, de nem kell kétségbe esni, ugyanis az ő fejlettségüknek, az ő szintjüknek megfelelően kaptak ilyen-olyan kompozíciókat, és hogyha először is nehézséget okozott a begyakorlása, megmutattam nekik az órán, csinálgattuk, vagy amikor ugye jobb kézzel, bal kézzel kellett gyakorolni, sokszor sikerült, máskor kevésbé, de végén minden összejött, és ennek nagyon örülök. És kívánom, hogy most ezt a pár percet élvezzék a mi muzsikánkkal. Az első kis tanulónk a fellépők közül Hegedűs Larissa lesz. Három kis kompozíciót fog játszani. Az úgynevezett kopogóst, majd egy kis menüettet, és egy indulóst, ami négykezes kompozíció. Thank you.
következő kis tanulónk, Gajda Csivandonna, két kis tanulmányt fog játszani, pontosabban majd egy négykezes lesz, meg a 66-os kis tanulmány, ugyanis azokat a műveket hívjuk egy kis tanulmánynak, amelyeket évközben, tanmenetben el kell, hogy végezzünk. Majd egy menüettet játszik ő is. Thank you.
is az ABCD-t fogja játszani, ami rajtam kezdi, című kis gyermekdal zongorára való átiratát. És ismét Menyettet hallgatunk, ami már sláger a köreinkben, mert annyira szeretjük, hogy hát akkor mindenki megtanulta. És utána jön a Zsonglőr című kis kompozíció. Thank you.
nagy diákunk, őt pedig Piri Máriának hívják, egy nagyon szorgalmas fiatalasszonyka, olyan lelkes, hogy jelentkezett az iskolában, és hát ő zongorázni szeretne tanulni, azt mondta, és akkor hozzáfogtuk, és nagyon ügyesen elsajátította a zongora tanulás tudományát. És most ő következik, egy négykezest adunk elő. Koncert volt, de én abban reménykedem, hogy tetszett önöknek, és akkor hát ezt a pár percet egy kis muzsikával töltöttük, és kérem, hogy jöjjenek el máskor is. Majd talán nem lesz ilyen komplikált iskola év, és akkor sűrűben tudunk találkozni. Mára ennyit tudtunk önöknek bemutatni, de én ennek nagyon örülök, mert azért, na most nem azért, hogy ugye minden szenten maga felé hagyik a keze, de én ahogy ugye kísérem, ahogy követem a tanulókat, velük dolgozom, én el vagyok fogult, és hát elfogódott vagyok, és örülök, hogy a munkámnak van eredménye. És szépen haladunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttem.